Nem panaszkodhattak a nézők a negyedik forduló meccseire, mivel valamennyi helyszínen láthattak gólt a szurkolók. Két döntetlen mellett 6 találkozón született hazai győzelem. 6 találat esett a Baktoló Rándház a Tuzsér meccsen, amelyen mindkét kapusnak 3-szor kellett maga mögé nyúlnia. Szintén 6 gólt hozott a Mándok Máté Szalka mérkőzés, amelyen 5-1-re győztek a hazaiak. A Tiszakanyár 3-0-ra múlta felül a Kemecsét, az Ibránya Szakolynál bizonyult jobbnak 4-0-ra, a Tiszavasvári ugyanilyen különbséggel verte a Tiszalököt. A Nyírgyulaj 3-1-re győzte a Gyulaházát, a Nagyecset-Fehérgyarmat találkozó pedig 2-2-es döntetlennél zárult. Folytatta jó sorozatát a Sényű, Ember Roland együttese 2-0-ra vert a Nagyhalászt. Könnyen meccsre számítottam feltétlenül, bár tudat alatt gondoltam, hogy nem lesz egyszerűen, csak azért is, mert ugye a Halász eddig nem úgy szerepelt, hogy várták volna többen is, de igazából könnyen meccsre számítottam. A tabella élén az egyaránt 10 pontos Tiszakanyár és Sényű áll, megelőzve a 9 pontos Ibrányt és Nyírgyulajt. A 8 pontos Tuzsért 3-7 pontos csapat, a Mándok, a Nagyecsed és a Tiszavasvári követi. Az alsó régióban a Baktoló Rándházának és a Nagyhalásznak 1-1 pontja van, a Máté Szalka és a Tiszalök pedig még nem szerzett pontot. Az 5. forduló párosítása a következő: Tuzsér Ibrány, Kemecse Nyírgyulaj, Máté Szalka Baktoló Rándháza, Gyulaháza Nagyecsed, Fehérgyarmat Tiszavasvári, Nagyhalász Tiszakanyár, Szakói Sényű és Tiszalök Mándok.